A díjakat az Akadémiai Bizottság közgyűlésén adták át. Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke arról beszélt, milyen fontos, hogy kutatási eredményeiket, a tudományos munkát a társadalom is megismerje. Ebben a tudósok, a kutatók nem biztos, hogy profik, ezért nekünk szükség van egy olyan közvetítő elemre, egy társaságra, emberekre, akik ezt a társadalom felé pontosan, egyértelműen közvetítik, és azok közül a legjobbakat díjaztuk most. A SZAB második alkalommal kiírt média pályázatán rádiós kategóriában Balázs Alexandra, az Európa Rádió riportere érdemelte ki az elismerést, míg az írott sajtóban Cservenák Zoltán, a Dél-Magyarország, valamint Török Anikó, a Vásárhely 24 munkatársa. A legjobb fotót Bubko Anna, a Szegedi Tudományegyetem PR referense készítette. A mozgókép kategória díját pedig a Szeged Televízió Kvantum című tudományos magazinműsorának 2015 májusi adása nyerte. Kvantum az egy nagyszerű műsor, mert szerintem azt mutatja meg, amitől Szeged, leginkább a tudománytól vagy a kultúrától, és ezekről a tudományos eredményekről számolunk be immár sok éve. És ugyanakkor én is nagyon szeretem, mert ez mindig egy szellemi erőfeszítést kíván a riportertől, nagyobbat, mint napközben átlagosan, mert egy tudományos problémát először a riporternek magának kell megérteni, és aztán utána így tudja közvetíteni a nézők felé, hogy ők is megértsék. A Szeged Televízió és jogelődje 2003 óta rendszeresen készít tudományos műsort, kezdetben Nagyító néven, Klucsik Edit szerkesztésében, 2011-től pedig Kvantum címmel. A műsor mostantól nagyobb nyilvánosságot kap. A 7 évek országos egyesületén keresztül a műsort fölajánlottuk különböző városok televízióinak, és nagyon jó a fogadtatás, már is sokan jelezték Veszprém, Dunaújváros, Cegléd, Békés Csaba, hogy csak néhányat említsek, hogy adásba teszik a műsort, tehát máshol is látható a Kvantum mostattól. Elismerő oklevelet vehetett át Lipták Mária az Akadémikusok nyakkendő nélkül című sorozatért, amelynek tévés változatát ugyancsak a Szeged Televízió készíti.